Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A Jókai Mór Városi Könyvtárból jelentkezünk. Dudás Judit igazgatónével beszélgetünk, hiszen mondhatjuk így, hogy 72. a Jókai Könyvtár, kerek évfordulót ünnepelünk. Beszélgessünk picit a múltról, idézzük fel a könyvtár történetét. Engedjenek meg egy ilyen rövid visszatekintést. A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár története 1952. december 27-én kezdődött. Működését a Klapka György út 37 szám alatt kezdtem meg. De valójában 1953. március 10-től a helység körüli húzavona is lehetett az ok, és az is lehetett az ok, hogy kevés volt a könyvtáros. Egy könyvtáros látta volna el az egész könyvtárnak a funkcióját, úgyhogy március 10-től 1953-ban nyitottam meg valójában a kapuit. 1954. május 5-én a nagy író halálának 50. évfordulóján Jókai Mór nevét vette fel az intézmény. A könyvtár könyvállománya akkor 8300 kötet volt. 1966-ban a könyvtár új épületbe költözött, a Táncsics Mihály utca 10 szám alá. A megvásárolt épület korábban nagypolgári családi ház és ügyvédi iroda volt. Könyvtári célra előbb át kellett alakítani és fel kellett újítani. Az új épületben olvasóteremnek és gyermekrészlegnek is jutott hely. Az új önkormányzat 1991-ben látva a könyvtár szűkösségét 110 négyzetméteres helyet biztosított a gyermekkönyvtár részére a közösségi házban. Az első számítógép 1994-ben került a könyvtárban. A könyvtár kezdetben még nem használt könyvtári programot, csak kihasználta a számítógép adta lehetőséget. 1996-tól használja a Texlib integrált könyvtári rendszer. A kölcsönözhető állomány honosítását követte a gépi kölcsönzés bevezetése. 1998-ban lezárták a hagyományos cédulakatalógust, és 1998 óta van a könyvtárban internet is. 21. század elején a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a könyvtárosok rendelkezésére áll a világháló, a nagy könyvtárok opakjai, a virtuális könyvtárak, adatbázisok, hogy ezekkel is bővíthessék szolgáltatásaikat. Ki mindenki segítette a 70 esztendő alatt a Jókai Könyvtár munkáját? Munkájuknak a mai napig óriási jelentőségük van. 1974 és 1995 között helytörténeti szaktanácsadó Kecskés László helytörténész segítette a kutatókat. A Jókai kutatás hasznos segédeszköze az 1979-ben megjelent komáromi Jókai gyűjtemény katalógusa. Jókai Mór halálának 75. évfordulója alkalmából összeállította Hegedűs Béla. 1993-ban a Városi Könyvtár fennállásának 40. évfordulóján jelent meg a jubileumi évkönyv. 40 éves a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár című kiadvány György Károlyné, Rabi Lenke szerkesztésében. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város lakói számára színes tartalmas programokat szervezünk folyamatosan. Legyen az irodalmi, oktató vagy szórakoztató jellegű. Azt szeretnénk, hogy a továbbiakban is minden korosztály megtalálja a számára fontos programot, és betérjenek hozzánk olyan látogatók is, akik korábban nem jártak könyvtárban. Minden hónapban rendezvény kavalkáddal várják itt az emberek. Márciusban milyen programok várnak a komáromiakra? Ugyebár több programot szervezünk, minden hónapban arra igyekszünk, hogy minél nagyobb létszámú közönséget vonzunk be a könyvtárba, és mindenki megtalálja a számára megfelelő programot. Ugyebár a múlt hónapban nyitottuk meg Bakulár István gyűjteményéből rendezett kiállításunkat, ahol régi várak régi képeslapokon tekinthetőek meg. Ez a kiállítás március 24-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében, a kiállítás megtekintésem ingyenes. Március 10-én, azaz pénteken, ahogy említettem, nyitottam meg valójában a könyvtár a kapuit, és ennek apropóján szeretnénk olvasóinkat köszönteni, emlékplakettet szeretnénk nekik adományozni. Ez a program 10 órától fog kezdődni, csak meghívott vendégek számára. Ebből az alkalomból 52 felnőtt olvasót és 10 gyermekolvasót szeretnénk megajándékozni. Délután 4 órakor már hagyományosan a Netnagyi Klub tagjai fognak találkozni, és pedig a Szilassi Andrea előadása arról fog szólni, hogy vásárlás és pénzügyek a digitális térben. Csütörtökön ismét már egy ilyen hagyományos programunk, az Utaz velünk, klubtagokat várjuk, délután
délután 5 órakor, amikor is Bujna Zoltán mesél expedíciójáról, hogyan járt Vámbéri Ármin nyomában Közép-Ázsián keresztül. Március 28-án, szintén délután 5 órakor, az Észak-Komáromi Helios Fotóklub tagjait fogjuk vendégül látni, és megnyitjuk a könyv című fotókiállítást. Nagyon érdekes lesz, és reméljük, hogy minél többen eljönnek megnézni ezeket a képeket. Március 29-én, szintén 5 órától, az Endres csoporttal közös programunk lesz. Komárom újjáépítése 1945 és 49 között. Erről fog előadni Kovács Péter levéltáros. Március 31-én, pénteken, szintén 5 órakor, pedig egy könyvbemutatóra kerül sor, Szarka Károly, az Én hibám könyvét fogja bemutatni, és a beszélgető társa pedig kolléganünk Fegyverneki Erzsébet lesz. Ennyi programot állítottunk össze a kedves olvasóknak márciusra, és már készítjük az áprilisi, május és a következő programokat is. Minden egyes programunkról, weboldalunkról tudnak olvasni, és a Facebook oldalunkon is részletes program ajánlót találnak az érdeklődők és a résztvevők.